Tehát egy fejezet közösség építése. Mindennyire a globális kabala kongresszuson vagyunk, emeljük föl magunk fölé magunkat. A hatos leckét kezdjük, munka a kölcsönös felelősségben. A tananyag a kongresszus weboldalán is letölthető, illetve az alultrendszeren keresztül a lecke során pedig kérdéseket fel tenni, csak emlékezzetek a felelősségetekre, hogy sok ezer barát van itt, akik kapcsolódnak hozzánk, felelősséggel kell kérdezni, mielőtt kérdést tesztek föl, biztosítsátok, hogy mindenki jól fog hallani benneteket, és előre fogalmazzátok a kérdéseket, hogy jól tudjátok föltenni, és ha nem tudtok, valaki nem tud technikai okok miatt kérdezni, akkor küldj el írásban a sivatovára, és akkor a moderátorok majd beolvastatják a kérdéseket. Ha pedig valakinek nincsen tízese, küldjön egy gmail, egy mailt a bordzöldlikukac@gmail.com-ra, és akkor találunk neked egy tízest, aki a te nyelvedet beszél. Igen, magyarra. Az utolsó leckén az értelmfeti hitről beszéltünk. Most egy kicsit el kell lépnünk erről az egoista, materiális szintünkről a spirituális szintekre. Az adakozás szintje felé, az adakozás szándéka felé, a barátok erődösításából a másokkal kapcsolat irányába. Ezen a módon egy környezetet fogunk tudni megszervezni, amely segít nekünk előre haladni. Lehetetlen elérni a binának a minőségét, az adakozás minőségét, amely spirituális minőség, a teremtőnek a minősége, és teljesen ellentétes a mai énünkkel, ha nem segítjük egymást, és ezt nem egymagunk próbáljuk megtenni, mert az lehetetlen. A legfontosabb, hogy miután megértettük önmagunkon keresztül, hogy mi a legfontosabb irány, hogy elérjük az adakozás minőségét, a binának a minőségét, a hitnek a minőségét értelem felett, messze a malkut felett, hogy a binát a malkut fölé tudjuk emelni értelem feletti hit állapotában, hogy valóban sóvárogjunk erre az adakozásra és az előadásra, hogy egymásra kezdünk el törődni ebben az új vágyban, és ezért az embernek ehhez a következő szintre kell emelnie magát, és mindenki ezen a módon egyre magasabbra emelkedik, szintről szintre. Ahogy mi az utolsó leckén is megbeszéltük, hogy nekünk mindig az értelmeti állapotában kellene lennünk, más szóval meg kell próbálnunk összekapcsolódnunk egymással, és megérinteni az alkozás minőségét, a bínát, és kirépni magunkból fel kell ismernünk azt a feltételt, hogy hogy emelkedhetünk a felső világba, csak a példákon keresztül, hogy a környezetet megvizsgáljuk, és csak akkor, ha ennek megfelelően egy környezetet tudunk megragadni, helyesen tudjuk azt értékelni, egy egységben tudunk lenni, és fölé tudunk emelkedni a saját egyéni, személyes egónknak, mert csak ezen a módon vagyunk képesek a környezeten belül, mint egy hajón, amelyiket irányítanak, így az adakozás minőségé felé haladni, az a teremtő felé haladni. És a legfontosabb dolog, hogy megértsük, hogy egyedül az ember nem tud tenni semmit, lehetetlen értelem feletti hitbe emelkedni, azaz felemelni a malkuthoz a bínát, nem a bínáz a malkuthoz, bocsánat, ha nem kapunk a csoporttól támogatást, csak a helyes környezet az, amelyik tud segíteni az embernek. Spirituálisan lehetetlen, hogy magunkkal foglalkozzunk, ugyanakkor viszont nem tudunk mások lenni. Tehát ezért meg kell értenem,
Úgyhogy még egoista is vagyok, mégis tudok példát mutatni a barátoknak, inspirálni őket, a teremtő nagyszerűsége felé mozítani őket, az adakozás és az egység felé, és így tovább. Ezt meg tudom tenni. A barátok irányába egyszerűbb nekem ezt megtenni, mint önmagam irányába, mivel amikor az adakozásról beszélünk, akkor nyilván meg fogjuk érteni, hogy mi egy törött edényben létezünk, egy törött vágyban, és ezen a módon tudunk egymásnak segíteni. Még ha egoista módon is, én nem tudok másoknak más mutatni, és nem tudok altruista sem lenni. Nem tudom megtenni azért, mert nyilván ezt csak másoknak tudom kimutatni, tehát még altruista olyan értelmes tudok lenni, hogy eljátszom. Ezért fokozatosan egymást kell meggyőznünk arról, hogy valójában az adakozás és az egység az jó. És itt van egy nagyon érdekes minőség, még ha hallom is a környezetemtől, hogy mennyi visszautasítás van, mennyi nem vágyott feltétel van, amit nem akarunk megtenni az adakozás érdekében, de mivel ez a környezet, ami körülvesz engem, az erős, nagy és szétáradt a körülöttem, ez azt jelenti, hogy az ő nagyszerűségük az egyben korrigálni is fog engem. És ez dolgozni fog rajtam, és ez egy szabály, az általános edénynek az általános szabálya, hogy amiben én létezem, hogy a környezet az mindig működik rajtam, függetlenül minden mástól kitölt engem, vagy legalábbis megpróbál kitölteni engem. Mindenféle fajta minőséggel. És akkor én elfogadom őket, mert én mindenképpen a környezetem terméke vagy. Én nyilvánvalóan izgatosságot tudom tartani a barátokat, ő segít nekem, én segítek neki, ő segít nekem magam fölémelkedni, én segítek neki önmaga fölémelkedni. És ez a szabály, amiről beszélünk, amely a kölcsönös garanciának a szabálya, még hogyha én egy egoista is vagyok, önmagam belül semmilyen alapja nincs a spiritualitásnak és a spirituális cselekedeteknek, az az adakozásnak. Hogyha mi helyes módon cselekszünk egymás között, akkor mindenféle benyomásokat kapunk egymástól, és akkor látjuk, hogy ez jó, kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni, hogy értelem feletti hídbe emelkedjünk, és ezen a módon egy abszolút befolyást szerzünk egymásnak. Pál Szolem tehát azt írja, az Arvut cikkben, hogyha ők megtartják az Arvutot, addig a pontig, hogy mindenki azzal törődik, hogy minden spiritás igényét, ugye az igények a spiritásra vonatkoznak a barátaiknak, mivel ők ezzel megelégést okoznak a teremtőnek. A teremtő alapvetően az áll a barátok mögött, egy olyan módon, hogy én a barátokhoz viszonyulok, úgy kell a teremtőzés viszonyom is viszont. Tehát, hogyha én a barátokkal törődök, akkor mit jelent az értelmfeltét állapota, hogy én az adakozás minőségében létezem, és vonzuk egymást, tehát segítjük egymást, és ezen a módon, hogyha én megértem, felismerem az értelmfeltét erejét és állapotát, más szóval
fölemelkedek a bínának, a malkutnak a megszerzési vágynak, akkor ez vissza fog hozzám térni ez az erő, mert ez ugye az egyik legfontosabb szabály, hogy én állandóan a barátokkal legyek elfoglalva, a barátokkal törődjek, ez egy rejtett módon jelenik meg. Valójában én magamról gondoskodok. Miért van ez egy ilyen elrejtett módon? Miért így nyilvánul meg? Mert én egoista vagyok, és ezt a mágában sincs altruistának lenni, másokat szeretni, másokkal gondoskodni, én nem is tudom megtenni ezt. A saját természetem miatt, és akkor a közösség befolyásol engem olyan módon, hogy felkészít engem arra, hogy hogyha én befolyásolom a közösséget, ezeket az értékeket felemelem, adakozásba viszem őket, egységbe viszem őket, akkor ezek vissza ereszkednek rám a saját erőfeszítéseim, és akkor saját magamat tudom korrigálni a környezeten keresztül. És ez az, hogy ez működik. Tehát másokról gondoskodni, még úgy tűnik is, hogy ezek nem is léteznek valójában, ez azt jelenti, hogy én saját korrekciómról gondoskodom. То есть каждый должен заботиться, показать каждому свое устремление. Mindenkinek ki kell mutatni, és gondoskodni kell másokról. Ugye, hogy mennyire törekszik a másik az értelmfeletti hídbe való emelkedésre, én mennyire vágyom az értelmfeletti hídbe való emelkedésre, és ezen keresztül én inspirálom őket, még akkor is, hogyha valójában még nem is létezik ez az érzés, hogy ez szükséges, nem is gondolom, hogy valóban szükség van erre, hiszen nem tudom, hogy mi az értelemfeletti hit, mi az adakozás, mi a megszerzés feletti adakozás, mi az egón fölőemelkedés, az egón fölőemelkedésében a szeretet, és ezen a módon, ha így viszonyulok a környezethez, ez az, amiről Bál Szolán beszél, az Aru cikkében, amikor ketten ülnek egy hajóban, és egyik lukat fúr, akkor mi történik? Tehát ez mindenki befolyásol mindenkit, aki egy hajóban ül, és ezért a másik is befolyás gyakorol rám. Az, hogy egymást befolyásoljuk valójában, ez azt jelenti, hogy keresztül megyünk az általános edénynek a problémáin, az összes lélekkel kapcsolatosan, ezek visszacsapnak rám az általános edény állapotai, és valójában egy óriási erői befolyás kapok a többiektől. Én most tudok beszélni itt mennyiségről, meg minőségekről, amikkel visszaadunk egymásra. Itt valóban minden attól függ, attól a módtól, hogy minden a teremtőtől jön. Ez az Ádámnak az általános edényétől, és az én befolyásom a barátok irányába pedig vissza fog húzódni rám, és akkor el kell kezdeni elképzelnem, hogy mekkora visszajelzést ad nekem ez, hogy valóban milyen erőfeszítést tettem az értelem feletti hídbe való emelkedésre, és hogy másokat kölcsönös garanciába kezeljek, támogassam őket, és hogy egy közös szándékban legyünk, egy közös erőfeszítésben legyünk. És itt megjelenik a visszavert fény, amelyet nem is magamnak akarok, csak a barátoknak akarom, hogy ez működjön, és itt kapok felülről az erőfeszítéseimen keresztül, illetve az erőfeszítésének megfelelően a leválasztottságom mértéke feletti erőt, hogy kapcsolni tudjak, és még hogyha nem is látom a saját spirituális cselekedetemet ezen belül, mégis találok egy helyet, ahol
a parcúf, a lélek szerkezete elkezd kialakulni, és akkor lépésről lépésre fejlődni kezd, és elkezdem látni a teremtőt a barátokon belül. És ez fejleszt bennünket. Az értelmfetít alkalmazása a legfontosabb dolog, a kölcsönös garancia, az arvut, ez az, amit alkalmaznunk kell, és ez az, ami elvisz bennünket egy állapotba, ahol mindannyian össze vagyunk kapcsolódva ezen a módon. És semmi és fűtés cselekedet lesz képes egyedül, legalább egy másik barát kell hozzá, aki gondos, és nekem gondoskodni kell ennek az egy barátomnak is a előadásáról, mert én meg sem tudok mozdulni, meg sem tudom magam mozdítani a saját erejénél fogva. Ez olyan, mint a mocsárból a saját hajamnál fogva akarnám kiúzni magam. Csak segíteni tudunk másoknak, és a mások, hogy a mások segíthessenek saját magukon, és ezért hívjuk ezt kölcsönös garanciának, hogy meg segít nekem. Ez az elv azt mondja nekünk, hogy csak amikor én képes vagyok a kölcsönös garanciát alkalmazni az egész emberiséggel, akkor fokozatosan fogom az egész világot a korrekció felé mozdítani, és a felső világ feltárulását megnyitni, amelyben mindannyian létezünk. Kérdések? De érdekes, nincs kérdés. De van, mert az egy közép-Izrael, meg Kijev. Na, más fel van. Kezdjük azzal, amink van, Kijev. Baltia 4, hát magukhoz kell térni, hajnal van. Drága Rav, mondja Kijevből Vlad, a kölcsönös garancia az, amikor önmaga, ennek a segítséget tudok önmagam fölé emelkedni, és így jutok el a teljes parcúf állapotához. Ez a munka, ez azt jelenti, hogy nekem mindig a kicsinség állapotában kell lennem, és azt is látnom kell, hogy a barátok ugyanezt a munkát csinálják, látnom kell, hogy ugyanezt csinálják. Ezt mind látnod kell, igen. Ezeket meg is fogjuk látni, nem is kell most beszélni erről a teljes egészében. Egyszerűen szekvenciálisan, tehát lépésre fogunk ellépni. Ez egy nagyon gyakorlati és nagyon erős téma, hogy az értelmfetítet hogy lehet megvalósítani. Tehát mindannyian tulajdonképpen fejlődnünk kell ezen a módon, és ez a fejlődés, ez segíteni fog nekünk. Van egy-két trükk a kölcsönös garancián belül, ahogy a barátok mondták nekem egyszer, valóban ez nagyon hasonló a bank garanciához, valaki felvett egy pénzt, és én kedvességet állok, hogy vissza fogja fizetni. Tehát, hogyha mi egy csoportban létezünk, akkor mindenki lehet a spítás kezese másnak, és akkor ez egy példa, hogy inspiráljuk egymást, és ezen a módon mindenkinek meg kell értenie, hogy ő felelős azért, hogy a barátja elérje a spiritualitást. Ezért ezzel magán is segít az ember, mert ez egy nagyon kemény munka. Ez a saját korrekciónk is. Valójában ez visz el bennünket az egész világ korrekciójához, ahol nincs különbség köztem és a világ között, ezért nekem mindenkivel foglalkoznom kell, mert én vagyok a világ. Tehát a kölcsönös garancia, az arvut, az mindenkire vonatkozik, ez egy szabály, amely az összes lélek közötti kapcsolatról szól, amikor azok Ádámmal lesznek összekapcsolva. Santiago. Amado Rab, como podemos interpretar que debemos preocuparnos por todos? Chile. O cómo entendemos que debemos preocuparnos por todas las necesidades de los amigos. Esto incluye la parte física.
Mondhatjuk azt, hogy a barátok összes igényével törődnünk kell, beleértve a fizikai, korporális részt is. Vagy ezen a módon nem kell már tovább lépnünk. Végig kell gondolnunk a fizikai kondícióit a barátainknak, de az elv, amiről itt igazán beszélünk, azok a spirituális segítségek egymásnak. Tehát tudom, végig kell gondolnom, hogy támogatom a barátomat, hogy emeljük fel a cél nagyszerűségét a barátokban, hogy adhatunk egymásnak komoly támogatásokat, hogy segíthetünk egymásnak. Ezen a módon mindenki elfordul a másik felé. Különösen a tízesben. Bautia 4. Доброе утро, Рав. Хотел поручительство. Én szeretném megkérdezni a kölcsönös garancia. Az az önlenulázódásnak is egy része. Выполнить поручительство человека. Annak érdekében a kölcsönös garanciát alkalmazni, tudjuk, az embernek le kell nulláznia magát, mert különben hogy lehet a másokról gondolni? Hogy lehet a másokról irányába aggodalmat mutatni? Tehát nekünk le kell nullázni magunkat. Merkaz 1, ez Közép-Izrael, ugye ősi izraeli terület elnevezések ezek. Mi az, ami lelassítja az ember spirituális előadását az arvuttal kapcsolatosan? Nekünk meg kell értenünk, meg kell valósítanunk, hogy anélkül, hogy elérnénk az arvutot, nem leszünk képesek összekapcsolódni együtt. Aznak a szükségszerűsége, hogy együtt legyünk, az kiépíti a spirituális edényt köztünk, amelyben majd érzékelhetem a teremtő fényét, azaz magát a teremtőt. Az arvut, hogy ez Bala Szolám leírja, az emberek közötti, ugye két cikket vont itt egyben, a Matan Tóra, a Tóra átadását és az arvutot. Tehát ő azt mondta, hogy az arvut megszerzése feltétele a Tóra megszerzésének. Tehát ezért tegnap, ugye az értelmfeletti hitről beszélgettünk sokat, az adakozás erejéről a megszerzés felett, és ezen a módon tulajdonképpen mi önmagunkat átirányoztuk abban, hogy az adakozásban kezdhessünk el létezni. Most pedig azt kell végig gondolnunk, hogy hogyan cselekedjünk, ha elérjük az adakozást. Hogyan cselekedjünk annak érdekében, hogy valóban értelmfeletti hitben adakozásra legyünk képesek, hogy az adakozás mindig győzzön a megszerzés felett, hogy belépjünk a spirituális viszonyokba a barátainkkal, hogy az adakozás az működjön, a kölcsönös támogatás működjön, mivel ez az arut minőségének a tetőpontja, Queens. Ők voltak a felkészülési csoport. Azért van. Öreg orosz rászódott többire, hogy beszélt. Én szeretném megkérdezni, először szeretnék köszönet mondani a Quincy csoport nevében a kongresszusért. Először megérszed bennünket, de nem is lesz velünk a kongresszuson. Oké. Tehát amikor az értelmet ítet meg akarom valósítani, az a mit tegyünk a patriotizmussal, ami megjelenik bennünk, tehát amikor csak a saját dolgainkkal akarunk foglalkozni. Mi elsődlegesen végig kell gondoljuk, hogy mit jelent a csoporthoz való lojalitás. Ez a legfontosabb rész, és a mi spirituális előadásunkban, különben nem lesz olyan területünk, amelyben képesek leszünk a teremtő feltárulását előkészíteni. Hiszen a teremtőnek a megesít pontját helynek nevezzük, makomnak héberül. Ez azt jelenti, hogy a makom egy különleges dolog, mert vágyban van csak makom, hely,
Tehát ez nem egy fizikai hely, a vágyainkon belül egy hely, és az embernek egy teret kell a sinának teremtenie, hogy az a szentség átadott edény, teljesen mindegy, minek nevezzük, ez egy közös, kölcsönös vágy, a teremtőre irányulva. És hogyha mi ezt élővé akarjuk tenni, és azt akarjuk, hogy itt egy általános közös edény jelenjen meg a sinába, ez teljesen szükségszerű. Moszkva 6. Mindenekelőtt nekem arra van szükségem, hogy a barátok szerette felé elmozduljak, utána jön a kölcsönös garancia, vagy nekem a kölcsönös garanciával kell kezdenem, és csak utána jön a barátok szeretete. Meg kell próbálnod kölcsönös garanciában lenned, és akkor majd el fogsz jönni, hogy ez mit jelent, onnak eljutod a szeretethez, és ebben a kölcsönös kapcsolatban, a kölcsönös kommunikációban. És akkor így tulajdonképpen megosztunk egy helyet egymással, egy új minőséget emelünk föl, amit a sinának vagy sekinának nevezünk, amelyben a teremtő majd ráöltözik. Ez egy edény, amit mindannyian érzékelünk, hiszen köztünk van ez az edény. Ez az edény nagyon különleges, nagyon speciális, mert ez egy adakozó gépezet tulajdonképpen mindenkinek irányába, ez a vágy, ha helyesen építjük fel. És ilyen módon egymás között az összes vágyunkban elkezdjük kiépíteni ennek az edénynek a részleteit, és ez a kölcsönös garancia, hogy én akarom, hogy legyen egy ilyen közös edényem a többiekkel, amivel az teremtő nekik is föl tud tárulni, vagy csak nekik tud föl tárulni. Spanyol egy. ¿Cómo podemos dar los ejemplos de por encima la razón? De que hacemos. Nah, kérdez. Nedig láttam. Hogyan tudjuk mi a cselekedet végrehajtani az értelem felett? El kell képzelni magunkat, hogy az adakozás minőségében élünk. A kapcsolat minőségében, a szeretet minőségében, ahol a csoporttól függünk közben. Ezen a módon nekünk ki kell mutatni a barátoknak, hogy mi valóban vágyunk erre, hogy mi valóban ebben akarunk lenni, és ez kötelez bennünket arra, hogy elkezdjünk ebben a szellemében cselekedni, és megnyerjen az arvút cselekedet sorozata az értelmfeletti hit állapotában. Az ember egyedül nem tud tenni spirituális cselekedeteket, lépéseket, ezért szükségem van a többiekre, az értelmfeletti alkalmazására, az összes barátommal, mindenkinek ki kell terjeszteni ezt, amennyire csak tudja, és olyan módon kell ezt meglépni, hogy mindenki el tudja képzelni, és ezen a módon képesek legyünk a felső világok feltárulását előkészíteni a köztünk lévő kapcsolatban. Petatikva 5. New York-i barátom kérdez, szerintem New York-ban is ül. Mi a különbség a kölcsönös garancia között? Ha a kölcsönös garanciában most itt azon elkezdünk adakozni egymás irányába, vagy pedig amikor már beléptünk a spiritualitásba, akkor adakozunk. A kölcsönös garancia mondja, van-e különbség a két dolog között? Az mechanikusan azt jelenti, hogy nem tudunk igazából mechanikusan végrehajtani kölcsönös garancia cselekedeteket. Általánosságban a kölcsönös garancia ugyanis az egy olyan cselekedet sorozat, amely minden igazi közösségnek az alapja. Ugye amikor hűségesek egymáshoz az emberek, tehát ahol kölcsönös felelősségük van bizonyos dolgokban, például a hadseregekben ez így működik, különböző katonai militáns egységekben, ahol az egoista fejlődés és a kölcsönös garancia az egész történelem, az emberi történelem során aljában meghatározta az előadásnak a szintjét a közösségen belül,
egyfajta kölcsönös közös kapcsolat, amely segítette őket, ahol a városok, az önkormányzatok, a kormányzatok a kölcsönös garanciát a gyakorlatban tudták megvalósítani az emberek közötti kapcsolatok vezérésével. És így az emberek, a nemzetek együttműködtek. Nekünk egy másik szinten kell ezt most megvalósítanunk nyilvánvalóan. Mi a következő? Makuszomat. Hello, drága Rav. Hello, barátok. Egy kérdés. Hogyha itt van az adakozásnak a vágya, mert feltárul majd az én számomra, vannak benne elrejtett dolgok, és az ember reakciója az, hogy ez egyfajta gyűlöletet emel föl, és ebben a szituációban lehetséges valakit meggyőzni a szeretettel és az aggodalommal? Nagyon egyszerű játék ez. Mutassátok ki a barátoknak, hogy értelmfeltét állapotában vagytok, vagy ti. Nekem számotokra sokkal előnyösebb az adakozás minősége, mint a megszerzés, bármilyen módon csináltok ezt. Mutassátok ezt ki, és emeljétek fel ezt a kölcsönös garanciát. A legfontosabb dolog az adakozás, hogy az a legmagasztosabb minőség. Afrika egy. Bonjour, Rav. Franciául fognak kérdezni. Est-ce que nous traversons des moments de descente, de dissimulation? Comment pourrons-nous assurer cette garantie mutuelle? Nincs francia fordítás, ez nem lehet. Amikor mi átmegyünk az zuhanás állapotában, és az elrejtés állapotában, hogyan tudjunk mi értelemfölé emelkedni? Hogyha mi ebben az állapotban létezünk, ami elrejtés jelent, akkor nekünk a barátokat kell megtartanunk mindeneket, aki ugyanilyen állapotban van. Tehát, ha én éppen nem vagyok zuhanásban, akkor ki kell mutatnom, hogy milyen módon tudom én a barátomat támogatni abban, hogy ezen a módon a barát támogasson engem, én a barátot, és képes legyünk megtartani egymást egy olyan állapotban, ahol mindannyian eddig elutasítottuk egymást, és egy olyan feltétel alakult ki, ahol kiegészítjük egymást, és egyenesen a cél irányába tudunk indulni. Csehszlovákia 2. Good morning, Rav. Good morning, friends. Jó reggelt, Rav. Jó reggelt, barátok. Van egy kérdésünk. Megfelelő, tehát hogyha az arvodnak vannak különböző feltételei, tehát akkor nekem személyesen ezeket belül el kell fogadnom az összes feltétel az arvodnak? Ahhoz, hogy én be tudjak lépni az arvodba? Na, hol van? Mindjárt kiakad, mert nincs fordítás, és angolul miért nincs. Tehát elegendő szavakban is ki kell ezt nyilvánítani, vagy elég, ha elolvasom a szabályokat. Nem, hát ennek közöttünk kell létezni, hogy nem ezt kérdezte a srác angolul legalábbis. Tehát, hogy egyetlen edényben legyenek, és mi mindannyian függünk egymástól, tehát ez csak is a többi barátnak a segítségével lehetséges. Én egyedül nem tudok semmit tenni, nem tudom magam fölmenni a teremtőhöz, csak és kizárólag akkor, hogyha a csoporton keresztül teszem ezt. És ezen a módon megvalósítom ezt az egész struktúrát, az edényt, amely elvisz bennünket annak a megértéséhez, hogy miért van szükségünk ezekre a szabályokra, törvényekre, az arvot részleges leírására, elkötelezettségre, a tízesen keresztül éljük meg a kölcsönös garanciát, hogy emelkedjünk önmagunk fölé. Dale. Mag 25.
Да, дорогой Раф, здравствуйте. Макусанет. А такой вопрос. В эгоистическом мире мы отвечаем за тех, за кого поручились, если они не приступили. Az egoista világ, van felelősök vagyunk azokért, akinek tényleg a kezesei vagyunk, banki kezesei gondoltak a spites világban. Я не приложил достаточно усилий, чтобы держать его в этом направлении. То есть моя ответственность здесь есть. Спасибо. Nem tett valaki elég erőfeszítés, hogy támogassa a másikat. Tehát nem teljesen világos a kérdés, mondták a fülemre. Tehát igen, felelős vagy a barátodért, és elkerülted egy olyan állapotba, ahol a kölcsönös garancia mindig számára azt a lehetőséget gátolja meg, ha nem vagytok kölcsönös garanciában, hogy előre haladjatok. Tehát egy spirituális állapotban neked embereket kell előrevinned, akivel egy csoportra tartozol, és ez olyan mértékben lesz sikeres, amikor valóban megérted, hogy a csoport az legalább két ember, és nyilvánvalóan úgy kell egymáshoz tapadnod, hogy egy embrió az anyához tapad, az anya testéhez. Ezért a kölcsönös garancia a csoport önmagában a kapcsolatot reprezentálja, az anya és a gyermek kapcsolatát, úgy kell szereted a barátodat, mint a gyermekedet. Ezt nekünk érzékelni kell önmagunkon belül, hogy mennyire van szükségünk a csoportra. Következő. Mag 6. Ezek mind a Kabbal akadémiások, az oroszok. Köszönjük, Dránunk. Az, hogy kezesé legyünk egymásnak, valójában én azt kérhetem csak, hogy a saját kezesem legyen, vagy kérhetem a barátokéről a kezességet is. Ha kérheted, de itt kell egy egyetértés közted és a barátod között, mert itt vannak feltételek, amelyről Bászáros Rabas írnak, el is magyarázzák nekünk, ezeket nekünk alkalmaznunk kell a csoporton belül, és nekünk figyelmet is kell fordítanunk arra, hogy ez valójában nem is olyan egyszerű, hogy az emberek, akik eljutnak a Kabbalához, azok mennyire különböznek egymástól, mennyire térnek ki az úttól, különböző módon térnek az úttól, és nekem éreznem kell ezeket a feltételeket, a szükségszerűségeket, ez néha nagyon sok ideig tart. Ezt nem fordították le. Elfelejtették lefordítani. Mohajmeresztő az orosz fordítás. Mi önmagunkon belül egy belső szerződést kötünk, hogy hogy működik a kölcsönös garancia, hogyha mi egy feltételrendszert alkalmazunk a kölcsönös garanciára, és elkezdjük elérni a teremtőt, a kölcsönös garancia akkor valójában egy edényre irányul, hogy együtt meg fogjuk ezt az edényt fent fogjuk tartani, meg fogjuk teremteni, és fent fogjuk tartani a teremtő megjelenése érdekében. Ez a kölcsönös garancia. Hát a fényre nem lehet garanciát vállalni, azt a teremtő adja. Itt a négy, így az olaszok. Nem, három. Mindig elrontjuk ezt. Jó reggelt, barátok! Helyes azt mondani, hogy az összes állapot a tízesben az valójában a korrekciónkat szolgálja? Ez a cél a kölcsönös garanciának, hogy szintén ezt szolgálja? Az a pont, ahol a kölcsönös garancia elkezd működni mindenkinek számára, az az, amikor olyan spirites edényt építünk, amelyben az ember fel tudja tárni a teljes teremtést, beleértve a teremtőt. A kölcsönös garancia az egy kölcsönös kapcsolat, ahol Ádámot fejlesztjük ilyen módon. Itt a négy. Buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno, mondja Luigi, utcazenészünk. L'unico modo che abbiamo per fare qualcosa per noi. Már nem pincér. A leckét azzal kezdtük, hogy azt mondtuk, hogy az egyetlen utunk, hogy bármit elérjünk, hogyha nem teszünk magunkért semmit, csak a többiekért. Azaz, hogyha ezt a bölcsességet másokért tesszük meg, tehát ezért nekünk meg kell próbálnunk
kilépni magunkból a tízesbe, és együtt megteremteni azt a helyet, ahol mások felfedezik a teremtőt. De tudom, hogy a 70%-ában az időmben én a spiritusra próbálok megdolgozni. Ez segít nekem, hogyha én tudom, hogy ennyit foglalkozok ezzel? Igen, mondja Rav. De egyelőre a 70%-et ezzel foglalkozni, az helyes, de majd ezt korrigálnod kell, legyen 100%. Mindig legyen spirituális. Csehszlovák 3. Drága Rav, ami kölcsönös felelősségünk a lényeg, ennek van, tudjuk mi ezt a formát megváltoztatni? Tehát tudjuk-e a kölcsönös garancia formáját állandóan változtatni, hogy a teremtő könnyebben jelenjen meg? Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. És az angol se fordítják. Hát elképesztő. Nem is halljuk őt. De haladtok előre, és hogy haladtok előre, egyre jobban fogjátok érezni a tízest. Folytassátok ezt, és akkor meg fogjátok látni, hogy a tízes változik, fog változni a kölcsönös garancia is. Na nézzük meg, mit ír válaszolom a következő idézetben. Ez ugyanabból a cikkből. Hogyha egy része a nemzetnek nem akarja megtartani az arvutot, hanem elmerül az önszeretetben, akkor ők a nemzet többi tagjának is alacsony rendűséget fognak okozni. Tehát a kölcsönös garancia meghatározza, hogy mindenkinek, aki részt vesz ebben, aki belép a körbe, a tízesbe, tehát neki tudniuk kell, hogy magukra kell vonni ezt, és alkalmazni kell ezt a kölcsönös garanciát, és el kell indulniuk, és ez a kapcsolat együtt, és meg kell találniuk azt a feltételt, azt a minőséget, amivel a teremtő megnyilvánítja a bínát, a felső világokat a csoport irányába. Moszkva 9. Hello, Rav. Egy kérdés a tízestől. Mi a szerepe az imának a kölcsönös garancia feltárásában? Az ima teljesen szükségszerű mindenhez. A növekedésünkhöz, a fejlődésünkhöz. Nyilvánvalóan a kölcsönös kérés a teremtő irányába kell ahhoz, hogy előre haladjunk. De ez nem úgy működik, hogyha nem kérjük, akkor nincs kölcsönös garancia, mert kérjük, biztos megvan. Kiev 3. Ön azt mondta korábban, hogy amikor én erőfeszítést teszek a közösség felé, az erőfeszítést előbb-utóbb visszakapom. Ki tudná ezt fejteni kicsit jobban, hogy ez hogy működik? Nincsen más lehetőségem, hogy a saját fejlődésemet befolyásoljam, mint hogy részt vegyek a kölcsönös edényünk fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy én önmagában nem tudom a fajamnál fogva kiúzni magam a sárból. Ott van a sár, de nem tudom ezt megtenni. Tehát itt semmi nincs, amiről beszélünk. Tehát nekem meg kell értenem, meg kell mostanom ezt a képet, amelyben létezem, hogy valóban érezzem ezt, és hogy láthassam a kölcsönös garanciának ezt a szabályát, ez mennyire szükségszerű feltétel az élethez. És akkor ki fog derülni, hogy nekünk szükségszerű gyerünk egy jobb állapotot. Hogyha lehet, mondja, szeretném ezt jobban letisztázni egy kicsit. Gyakran nekem úgy tűnik, hogy én adakozok a tízes felé, de nincs kölcsönös garancia köztünk. Még. Tehát magyarul nem kapok vissza semmit. Ez lehet így? Hát persze, hogy nem kapsz, de neked a kölcsönös garancia, ha működni kezd közöttek, akkor gyorsabban haladtok előre, de neked adakozod kell a tízes felé, és nem kell érezned, kapsz vissza valamit, vagy nem kapsz. Tehát ez a kölcsönös adakozás egy nagyon fontos pont, és az előadásnak az egyik pontja, az pontosan erre jár.
Drága Rav, Rehovot, mi a jobb, hogyha mi automatikus hűséget érzünk, vagy a csoport irányában, vagy mindig minden áldott nap választanom kell, döntenem kell, hogy hűséges leszek, hűséges Rav. Az elejétől kezdve nekünk föl kell emelni magunkat az értelmfeltét állapotába, az adakozás irányába, ki kell lépnem önmagamból, és ezen a módon a kölcsönös garancia ezt nevezzük úgy, hogy a kölcsönös garancia és az arvut tulajdonképpen mindenki számára segíteni fog. Ezért mondja itt azt, hogy ha egy része a nemzetnek nem akarja alkalmazni az arvutot, akkor ez csökkenti a többi embernek az erejét, hogy kilépjenek az egoizmusból. USA, Közép-Nyugat. Tehát nekünk a kölcsönös garanciát a tízesben kell konfirmáltatnunk egymásra, időre-időre újra meg kell vizsgálnunk, hogy abban vagyunk, vagy nem. Ez Chicago és környék egyébként. A tízesnek állandóan törődni kell azzal, hogy jó cselekedeteket hajtson végre, megfelelő cselekedeteket, amelyek az egész tízes számára kinyitják a lehetőséget, mert ezen a módon mindenki befolyást ad mindenkinek, kölcsönösen cselekednek. Afrika. Afrika. Hi, Rav. Question from our friends in Ghana. Ez az angol nyelvű Afrika. Gánából van egy kérdés. Mi a kölcsönös garanciának az előfeltétele? Tehát még egyszer, mit igényel előzetesen, hogy egyáltalán egy kölcsönös garancia edény kialakuljon köztünk? Ugye itt látszik, fejének is vannak, tehát ez Dél-Afrika is környéke is, Namíbia. A gyakorlati feltételek, hát erről beszélünk most, amikor van egy csoportod, fizikai vagy virtuális, és te megkísérelsz ebben a csoportban kiépíteni egy spirituális edényt, egy spirituális edényt a vágyak között egy megfelelő szándékkal ellátva, és ilyen módon egy valódi spirituális edényt hozol létre, mert különben semmit nem lesz, ez lesz a lelked, még kell gondolnod majd, hogy az egész téma, ami a kölcsönös garanciához kapcsolódik, az egyre közelebb kell kerüljön hozzátok, mert az a lelked, amit építetek. Ezt most nem értettem. Tehát nekem a csoporthoz a saját hozzáadásomat kell végig gondolnom, vagy törődnöm kell az, hogy a barátok mennyit adnak ehhez hozzá. Neked arról kell, a csoport befektetéseiről is kell gondoskodnod, nem követelned kell ezt, hanem meg kell értetni a barátokkal, hogy minden barátnak viszonyulni kell a csoporthoz. Általánosságban a kölcsönös garanciáról van itt szó, Belarusia, de az együttes munkádban mindenben ezt kell figyelni. A kölcsönös garancia, amikor én látom ezt a fajta kölcsönösséget a barátom oldaláról, akkor honnan tudhatom, hogy ez a, mennyire kell sóvárognom, hogy ezt lássam, kell ezt kérnem, hogy az öröm megjelenjen, én nem tudom. Ne legyél bölcselkedő a kapcsolatodban, inkább csináld meg a mikrofonodat. Ismétlem, a kölcsönös garancia, ugye, ami kölcsönösséget jelent a barátokkal a munkában, mennyire fontos az én sóvárgásomban, hogy ez működjön. Ez egy valódi befektetés a barátaimba, hogyha kutatom, hogy ez működik-e? Nem tudom, hogy jól kérdezel-e, ezt végig kell gondolni. Értettétek, mit kérdezett? Mert én nem tudom, nem értem az egészet. Vagy nem jól hallottalak, nem hallom jól a kérdést, amit elrejtettek ebbe. Illetve hallani hallottam, amit mondtatok, csak nem értem, amit akartok. Pedig Rafael rossz, ezt meg kell mondani. Tehát, hogy a kölcsönös garancia az létezik, csak nekem irányulni kell, hogy lássam. Tehát
Tehát nekem azt kell látnom, hogy kell megmosítani, egyébként ott van már. Ha létezik, akkor kölcsös támogatással elő tudod hozni. Tehát mindenki lenullázza magát a barátok irányába, a közös cél irányába, és ezen a módon kiépíted, megformálod azt a kölcsönös közös célt. Más szóval, kölcsönös adakozás, kölcsönös kapcsolat, és azon keresztül elkezded érzékelni. Nem ma, meg nem holnap, de elkezded majd érzékelni, hogy mi mögött a teremtő van. A kölcsönös garancia az egy edény, amelyben előre tudsz haladni, és érzékelni tudod az Istent, a teremtőt. Tehát a kölcsönös összekapaszkodás nélkül nem tudod kiépíteni a teremtőt köztetek. Tehát a teremtő kijelenti ugye a kabalán keresztül, hogy ti építetek meg engem. Darav, a если в понятии качества такие категории как качество, igen, Rav, количество, az Arvut koncepciójában van minőség és mennyiség is. Én most nem akarok ebbe belelépni. Oké, barátaim. Nézzük a lányok kérdését. Dávid Litvanov a nagykövet. Sok-sok választ adott ön már a kérdésekre, amik nálam is itt vannak. Az egyik, hogy mi a spirituális igény, amiből én majd eldöntöttem, hogy kölcsönös kezessébe válok a barátomnak. Mondjuk már el egy-két példát. Milyen példát mondhatnék én itt, magyar, amikor megpróbálok egy kölcsönös edényt építeni, amilyen feltalál a teremtő, ez a legjobb példa. Akkor nyilván össze kell kapcsolódnunk egymásra, mert nincs ez az edény. Ezt hívjuk kölcsönös kapcsolatnak, hogy elkötözzem magam a helyes kapcsolat irányába, hogy fölé tudjak emelkedni önmagamnak, és akkor az értelmet így be tudjak lépni. Én ezt már ezzel mindent elmagyaráztam. Tehát lehet, hogy néhányszor át kell ezt ismételni, ugyanazt a leckét, össze kell különböző pontokon kötni a leckéket, amiket most meghallgatunk, de nektek értenetek kell, hogy mit jelent a belső megértése és a belső érzékes mindenek. A latin 20. Mi a szükségszerűsége, szükségszerű feltétele annak, hogy kölcsönös garanciában legyünk, és ne adjuk fel a kapnakarás, ne győzzem. Hát ez a kölcsönös garancia szempontjában a leglényegesebb, hogy mindenki megértse az adakozás nagyszerűségét, a végső cél nagyszerűségét, hogy mennyire fontos mindez. 5.38. És milyen könnyű visszacsúszni az egóba? Mit jelent az, hogy a nemzet egy része nem akarja a kölcsönös garanciát megtartani? Az, hogy nem törődik vele, nem akarja, nem látja a nagyszerűségét mindennek, kész. Hát hogy néz ki ez a tízesben? Vannak emberek, akiknek nem fontos, nem érdekes ez, nem jutottak még el ez, és ezért már ez időt igényelne. Én magamról is beszélek, hogy meddig tartott nekem, amíg elkezdtem érzékelni ennek a kölcsönös garanciának a szükségszerűségét. Hogy ez spirituális garanciát jelent, mert azt megelőzően én mindenféle teóriákat tanulmányoztam, szocialista ideákat, egymás kezességéről, mennyire felelősek egymásért, és ezek egy kicsit eltávolodtak engem ennek a témának a pontos megismerésétől. Mi a teljes, kölcsönös garancia elérése? Ez mit jelent? Az a teljes korrekció. Csak adakozni akarok az emberek és a közösségek felé. Petra 8. Hogyan tudunk mi valamilyen módon megérteni a kölcsönös garanciát? Hát ez a munkánk, átmegyünk a következő idézetre. Az embernek bele kell fogadni magad a tömegekbe, és még hogyha az embernek nem kell belefogadni magát a tömegekbe és magának kérnie,
még akkor sem, hogyha ez egyébként megelégés adna a teremtőnek, hanem csak is az egész csak is a tömegnek lehet kérni. És amikor valaki eltávolodik a tömegettől, és magának kér, akkor a saját lelkének okoz problémákat, nem építi a lelkét, éppen ellenkezőleg, ő valójában rombolást okoz a saját lelkén. Ибо выходящий из общества, чтобы просить свою частную душу, не созидает, а наоборот приводит к разрушению. Tehát valaki csak a teljes közösségnek kérhet, Rab megismételte ezt, és aki nem ezt teszi, az lerombolja saját lelkét. Meg kell, hogy értsük közvetlenül, hogy nekünk kérnünk kell a teremtőt, hogy emeljen fölé magunkat a tiszta egoizmus fölé, hogy valóban közelebb vigyen ez bennünket hozzá, lecsökkentse az egót, hogyan tudunk a teremtőhöz fordulni? Csak a teremtésén keresztül, a csoporton keresztül, csak és kizárólag, mert hogyha én valóban el akarok fordulni önmagamtól, és közelebb akarok kerülni a teremtőhöz, akkor a teremtését kell elkezdenem kiszolgálni és szeretni. Értjük? Natánia. Да, спасибо. Köszönjük, mondja oroszul valaki, Izraelben. Én elkezdtem gondolkodni azon, hogy pillanatnyilag egy-két barátommal tudom ezt megmosítani, amiről beszéltünk, mert akiknél látom, hogy hogyan harcolnak, hogyan lépnek fel egymás irányába. Tehát nekem van egy félelmem, mit tudok tenni, hogy ők megtartsák az arvutot, hogy valóban vivid módon élve megérjék, hogy az én szemembe is megjelenjen az, hogy ők tartják ezt. Hát mondd el nekik, hogy mit akarsz tőlük látni, hogy jobb példát akarsz tőlük kapni. És amilyen mértékben lehetséges... No, de hogy tettem ezt meg? Hogy mondjam azt, hogy olyan, mint egy kalapácson a kezembe. Beszélj velük erről. Ne egy kalapácson egy beközé, hogy tartod az arvutot, hogy megkalapállok. Toronto 3. Köszönjük, Rav. Van, aki már 15 éve a csoportban befektetett egy csomó pénzt, majd hirtelen elhagyta a csoportot. Сомнения. Каким образом группа должна самоорганизоваться, чтобы не почувствовать этот удар и поднять? Еще проблема тают много мегот. Группа должна понимать. Akkor a csoport mit tud tenni annak érdekében, hogy mégis a következő szintre emelkedjen. Először is meg kell értened, hogy minden a teremtőtől jön. A teremtő nek az volt a vágya, hogy tanítsa őt, aztán pedig elengedje, ha eljött az idő. És amikor egy barát elmegy, és azt érzi, hogy valamifajta probléma marad utána, akkor értenetek kell, hogy egyfajta minőség van bennünk, amit a teremtő elkeskenyített bennünk, elgyengített, és mindez azért van, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni, és újra megnöveljük esetleg egy új barátban. Tehát így fejlődünk. Héber 10. מספר 3 אסור לאחד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו. ואז הוא... A harmadik idézetben, mondja, amelyikai barátunk, azt mondja, az embernek nem szabad azt tenni, hogy nem foglaltatja bele magát a tömegekbe, és nem kér nekik, mert az lerombolja a saját lelkét. Hogy kapcsolódik ez ahhoz, az a tényhez, hogy nincs kényszer a spiritatásban? Tehát akkor ez, ha nincs kényszer a spiritatásban, engem miért kényszerítenek az adakozásra? Hát ez egy feltétel, ez egy törvény. Ez olyan, mintha lefele esel. Nincs kényszer, de mégis lefele esel a gravitáció miatt, ugye? Tehát a kölcsönös támogatás, a kölcsönös szaport így működik. Tehát ezen túl, mert nem tudunk létezni.
A következő kérdést átadom, Tomi. Tehát akkor ez a barátnál. Oké, de csak a saját tízesemről van szó, vagy az összes barát a világcsoportban. Ez az egész világról szól? Ez azokról szól, akik érdekeltek a speciális edény építésében. És akkor átlépünk a nők közül újra, de előtte énekeljünk egy dalt. Друзьям мы уходим в море, корабль уже готов. И знаю, увидим вскоре сиянье иных миров. Давайте, друзья, поднимем намеренье паруса. И пусть наш корабль выйдет к слиянью под небеса. Мы всем на земле откроем затерянный новый свет, ведь каждый иметь достоин весь мир, а не континент. Давайте, друзья, все вместе на новой земле сойдем. Там хлебом нам станут песни и храмом любви наш дом. Коснемся солнца, подержим его в руках, и в свете любви проснемся, но только в иных мирах, и весь горизонт обнимем, сердцами зажжем рассвет, и верой весь мир поднимем, из тьмы в бесконечный свет. Ведь мы мировое кли. И вместе. Пусть плывет корабль, приближаясь к цели. Мы его команда, не страшны нам мели. Мы придем к единству, если будем вместе. Ну что нам теперь к женщинам надо обращаться, да? Окей. Где наш там? Какой ваш менюка это? Ну быстро. Координаторунг. Вопрос из Сочи. Как я могу определить, что мое воздействие в поручительстве дает? Как оценить свои действия? Hogy az én tízesemre való befolyásom, kölcsönös garanciában, ez spirituális növekedést ad nekik. Hát először is nem csak azon, annak megfelelően kell működni, hogy mit gondolok, hogy én
én mit gondolok, hogy mi működik. Nem ennek megfelelően. Hogyha a cselekedetem eredményét látom, ez olyan, mint egy fizetség az erőfeszítésem, és ez nem spitális emelkedés. Ez jobb, hogyha nem látom, csak cselekszem, mint a sötétségben lennék. Ez az, amit javaslom. Hogyha csak várjunk valami jó reakciót. Вы увидите потом, вы начнете получать статью пишу. Вы будете действовать, у вас будет еще больше возможностей и сил действовать. Хоть я мягко показал, когда ж меня шаги, даже меня бы меня тобят человек, с которым надо тобя энергия, если мне тобят тебя. Кевет, когда кереш Нью-Йорка, хоть он керик от тизаш, тизаш, мягко кочешь гарантия тяешь. Можно просто даже словами, что вам не хватает сил. Чтобы... Это знает эти слова, они еще не чали герю. Вот чтобы они вам в этом помогли. Погодили, когда только наш милейший гид. Дальше. Шаги чемпион. Москва 20. Как я могу связать себя узами безусловного поручительства вопреки всем... Ходим к этим могам. Фрадитель, который кручаешь гарантия по 16. Это просто усилие. Я не могу тут ничего сказать. Мы просто должны в этом направлении работать. Правильно молиться за подруг, не навредить ли подруг, когда мы просим о решении проблем материального. Nem, mondanám, hát a korporális, barátom korporális problémáért. Majd a korporális problémáért, ez egy spitális probléma. Most a 12. Hogyha valaki nincs kölcsönös garanciával a 10-esben, a többi barát pedig látja ezt, hogy így van. Most külső kifejeződésről beszélünk. Ez nem számít. Majd később. Ez megtörténik, nekünk folytatnunk kell türelemmel egészen addig, amíg a cselekedeteink nem kezdik el befolyásolni ezt a barátot. Moszkva 20. Mindig úgy tűnik, hogy tudok még többet tenni a csoportért. Tehát egyfelől teszek, másfelől mindenféle korporáns dolog kezd el történni. Hogyan erősítettem meg magam a kölcsönös garanciában? Nekünk meg kell próbálni ugye a módon, hogy a korporáns és a spirituális ne érintse egymást, ne zavar egymást. Nagyon sok kérdés van, amin még dolgozunk, amit visszatérünk. Akkor visszamenjünk most a férfiakhoz. Köszönjük a nőknek egyelőre a részvételt. Одиночки нельзя выходить из общества. És felolvassuk a harmadik idézet. Az emberek nem szabad kivonnia magát a közösségből, és hát magáért kérni. Még az sem, hogy megelégedettséget adja a teremtőjének. Csak a teljes közösséget kérhet. Az ember, aki kilép a közösségből, saját lelkét kér, nem épít, hanem elrombolja a lelkét. Tönkreteszi a lelkét. Tehát ennek világosnak kell lenni, hogyha saját magamért kérek, akkor lerombolom a lelket, ha másokért, akkor építem a lelket. Bizony a lélek az egy mindenki számára. Az egy kölcsönös lélek, Ádám. Собрание общей души. Mivel személyes lélekből nekem csak a kölcsönös lélek, tehát nekem csak a kölcsönös léleket kell aggódnom. Ezzel kell foglalkoznom. Tel Aviv 4. Shamati she'amart she'aravut k'shura le'emunah le'mala me'adat. Az rציתי לשאול Hallottam, amikor azt mondtad, hogy a kölcsönös garancia szorosan kapcsolódik az egyetem feltételhez. És szeretnék kérdezni, hogyha már
ha értelmetlenül így van, vagy ez nem azt jelenti, hogy nem látunk többi hiányokat. Hogyan lehetünk kölcsönösen, egyszerűen nem látunk. Az értelmetlenül itt, mondanám, az nem egy korlátozás, az egy feltétele az edény korrekciójának. Kli magának el kell, hogy érjen egy olyan állapotot, az adakozás állapotában van, és így visszanyúl a teremtőhöz. Ez mind fokozatosan történik. Могу ли я сам проверить, выполняю ли я поручительство? Или это могут оценить мои товарищи? Группа может оценить, ты hogy meglássa, hogy mennyire vagy kölcsönös garanciában. Még egy kérdés az egyik baráttól, hogy lehet. Igen. Amikor elmerünk a terjesztésben, támogatjuk olyan az árvult rendszer, ez is kölcsönös garancia? Természetesen. Máskülönben hogyan tudnád, ki más tudnád támogatni, és ki más tudnád milyen spétás cselekedetet végrehajtani ebben a kölcsönös egymásba foglaltottságon. Tárvot nélkül ki tudná ezt megtenni. Tehát fel kell emelkedni a család magad fölé. Ezek mind alapvető feltételek a spétás kli létezéséhez, még a legminimálisabb szinten. Caro Ravo, buongiorno. Allora, vedo in me un rifiuto di impegnarmi in patti, vincoli reciproci che condizionano la mia libertà. Ecco, questa libertà è il problema che sento, lesa. Cosa devo fare? Én láttam, hogy van bennem egy bizonyos fajta visszautasítás. Devo pregare? Hogy belefogadhassam magam valamibe. Ezért korábban, azt gondolom, hogy ezzel korlátozom a saját szabadságomat. Mit tegyek, hogy képes legyek eljönni? Neked le kell húnni a szemed, és beleugranod a csoportba, és megtenni bármit, amit tesznek. Próbáld átvenni az ő szellemiségüket. Kapjú 7. A tízesben mind nagyon keményen dolgozunk, hogy egyesüljünk. Néha közelebb érezzük magunkat egyik vagy a másik baráthoz, és nem tudom, hogy ez jó vagy sem, vagy hogy mit tegyünk ezzel. Néha azt érezzük, hogy a bűnösök lennénk emiatt. Ты продолжай, и придет понимание, как действовать. Я не могу сказать, потому что я этим обкрадываю тебя. Часть духовной работы. Я не сам там могу, но я такой лоб нам дает, так как azt a vizsgálatot, ami a spiritás munka egy jelentős része, vagy a spiritás út egy fontos része. Cafon 2. A kölcsönös garancia megszabadít minket az egótól. Az árvút, a kölcsönös garancia, az nem pusztítja az egoizmust, hanem fölé emel minket. Ez amikor mondjuk, ezért mondjuk, hogy értelem feletti itt, hogy ez a bina minősége, a marhot fölött, adakozás a megszerzés fölött. És a megszerzés nem tűnik el. Mindenki, aki nagyobb a másiknál, az egója is nagyobb. Понятно. Хайфа,
Haifa. Haifa 1. Не могу отделаться от мысли, что просить за товарищей – это гешефт. Таким образом, я хочу… Nehéz megszabadulni attól a gondolattól, hogy a barátok itt kérek. Hogy mégis magamba fektetek ezzel a jövőben. Tehát ez visszatér hozzám, ha jól értettem a kérdést. Ez nem számít, mondja, tettem írva van, másképpen csak a saját elmédben ragadsz be. Csináld, folytasd. Moldova. Végsősorban ez úgy tűnik, hogy a kölcsös garancia a teremtőtől jön. És hogyha ezt most nem érzem, kérnem kell a teremtőt, hogy megadja az erőt. Володь, ты проси то, что вот мы говорим, прослушай каждый урок вчерашний, сегодняшний, и у тебя будет четкое направление. Мне даже нечего больше объяснять. Мы как говорим, так на предыдущий тапсер и еще красить világos irány. Nem tudom jobban, hogy többé elmagyarázni. Ott elmúlt néhány kérdés, de a válasz, hogy tanuljatok erről, foglalkozzatok ezzel, merüljetek ember. Csak még egy dolog, egy kérdés. Végrehajthatjuk ezt a cseleket, hogy azt mondjuk, hogy nekünk örömben kell lennünk. És a kavisták emlékeztet minket erre. Tehát minden egyes ember belsőleg felébreszti. Ezt lehet, hogy nem tovább, mint egy percig. Делаем минутный перерыв. В объектив. Да. Hát, akkor most egy perc szünet, és mindenki mosolyogjon a kamerába. Így né. Mutatom, hogy hogy kell. Húzzátok szét a szátokat, és mosolyogjatok. Что я хочу? Я хочу передать своим товарищам мою поддержку. Мы все вместе находимся в самой тесной, которая только мы являемся Tehát mindenki mosolyogjon, ezzel a módon kapcsolódjunk össze. Még közelebb. Máskülönben, hogy másképp lehetne, hogy ezek az ellentétes részek, ellentétes elemek összekapcsolódnak. És így elérjük a kölcsönös kapcsolat állapotát, a kölcsönös garancia állapotát. És így minden megnyílik. Tehát teljes teremtés. Nagyon sok kérdés van. Pedig mindent elmagyaráztunk. Négyes idézet. Neked mindig örködnöd kell egész nap és egész éjjel. Mikor a nappal vagy az éjszaka állapotát érzed. Azt következik, hogy fel kell ébreszteni a barátok szívét, amíg a láng fel nem támad magától, hanem lopva. Ottos idézet. Pontosan az embernek a barátja, aki fel tudja emelni a szellemiségét. Он снова начинает обретать силу, уверенность в жизни. И начинает работать, будто его цель. Так вот, это нам надо сделать. Чтобы все почувствовали приободрение, приподнятость. И что мы будем уверены, magabiztosak legyünk, hogy egy cél közel van. És ez az ötödik idézet. Legyen egy workshop ezzel kapcsolatban.
каждый раз товарищ способен у него приподнятое состояние духа, в вере выше знания. Он тоже за барбарати тут я сюда барбарати, специально мечтает за себя за барбарати, а потом по сюда бери, а директ это далее а потом, а затем за барбарати ты висение из эрут, и что пизалмат, а за директ бей, и что я с ним это, уж я за долго с ним это цель, может на нем казали на хоса. Beszéljünk erről együtt. Tehát beszéljünk erről az ötös idézetről, amit most olvastam. As I see creator behind my friends, nekem a teremtőt kell látni a barátok mögött. My friend with importance of the goal. That's amíg felemelik a cél fontosságát. Igori. Igen, nagyon fontos, hogy együtt legyünk a barátokkal. Ez egy nagyon különleges érzés. Egy nyílt szívvel össze kell kapcsolódnunk. Egy nagyon különleges pillanat a kapcsolatnak. Következő. Igen, ez nagyon fontos. Hogy felemeljük ezt a szellemiséget. Látjuk a gyakorlatban, valaki jelenem leckére, nincs ereje, hogy a barátokra mosolyogjon. De a barát meg tudja, barát példát tud mutatni. És következő pillanatban megváltozunk. Who yesterday was like, you know, with a smile. Today he's just, you know, can't smile anymore. So, and we are... Hát én ma mosolyog, és utána nem tud mosolyogni. Tehát mi változunk. De nekünk én kell egy más befolyáshoz. Thank you, Michael. Wow, yeah, it's... my whole existence is only to take care of you, dear friend. Teljes létezésem a barátokról gondoskodja, hogy közel kerüljetek a Teremtőhöz. Mindent boldogságban tudjátok végrehajtani. És ezt az imával és a példán keresztül tudom megtenni. Ez egy felelősség, hogy a barátoknak barátokért imádkozzak, és a barátok legyen felelős, hogy a barátok végre tudják hagyni a munkát, hogy közelebb kerüljenek a Teremtőhöz. Ez mind attól függ, hogy szeretem-e a barátokat. És éreznem kell, hogy mire van szükség, hogy közel kerüljenek a barátokhoz. Ők közel kerüljenek, bocsánat, a Teremtőhöz. Következő. Nekem segítenem kell a barátot kihúzni az egójából, ebből a héjból, hogy érezhesse, mi van ott kívül, megnyithassa a szívét. Következő. Nekünk emlékeztünk kell erre a meetingek során is. És ez még fontosabb, amikor nem, itt nem a meetingen vagyunk, nem látjuk egymást. Nekünk össze kell kapcsolódnunk. Következő. I think Rav mentioned a couple of times today. Köszönöm, hogy Rav többször említette. Mi nem tudjuk kihúzni magunkat a mocsából, a hajuknál fogva, vagy a vízből, vagy nem tudjuk megszabadítani magunkat a börtönből. Mi csak egymást tudjuk felemelni, egymás szellemiségét tudjuk felemelni, így ébresztjük fel egymást, és így élvezhetjük a kapcsolatot és az alakozást. Következő. Cannot always measure how much our investment. És mi nem tudjuk mindig lemérni, hogy a tízesben hogyan elmegy fel másokat.
mindig azon kell aggódnunk, hogy nem teszünk eleget. Nem támogatjuk eléggé a barátokat. Nekünk egyre erősebbé kell tenni ezt az állapotot. Because it's a place of support. This is the ultimate támogatás helye. And it brings you life. It just prevents you from falling. Megakadályozza, hogy lezuhanjunk. Sergei hasn't spoken yet. Sergei. Thank you, friend. So elevating our friend's deficiency, bringing our friend's... Nekünk fel kell menni, barátok. Nyelnyel. Szeretettel és a törődéssel. Ez a legjobb módja, hogy magunk korrigálsanak. Tehát a felelősség problémámat. Én a barátoktól kapom az életerőt, ők segítenek nekem, én nekik. Ez nem egy verseny, ez egy kölcsönös munka, egy kölcsönös felelősség. My group, I can return the light. Returning light, a light of this. Sziasztok, visszavett fényt ad okozásban lépünk be. Ez a barátokért tesszük. Következem. Did you speak? Oh. Spajom. Давайте споем. Assyria, Assyria, Assyria. Sei tu l'unica cosa che ci salverà, il punto in cui la mia ragione crollerà. E l'egoismo più non mi dominerà. Assyria, Assyria, Assyria. Io sento in te il sapore della libertà. Dove ogni amico in cerchio si riabbraccerà. E la grandezza del bore rivelerà. La 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 Assyria, Assyria, Assyria. La nostra forza che nessuno fermerà, un solo cuore che forma la realtà, il paradigma della nuova umanità. Assyria, 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 insegneremo tutto il mondo che verrà, che la destina la nuova modalità. Che è l'istrumento per svelare la realtà. La vita che tutto insegno te ha posto alla sfida, il rovescio del ricamo, la ferita, questo senso te assurare la funzione, così insegno la tazione. La 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 la. Мы должны начинать спрашивать женщин, да? Или мы уже прошли это как бы?
Mostanői kérdésekkel folytatjuk. Ha van még kérdésük. Mi van a kérdések? Akkor még néhány jó kérdés a nőktől. Afrikai nők kérdezik, hogyan erősíthetjük meg a kölcsönös garanciát egy kis tízesben, hogyha mondjuk csak kétszer találkozunk egy nap. Hát a kétszer találkoztak, az nagyon jó. Nekünk folyamatosan arra kell gondolnunk, hogy hogyan gyűlünk össze a kölcsönös támogatásban. Mivel ez nem csak egy kölcsönös támogatás, az adott az azt jelenti, hogy mi nem úgy adunk garanciát, mint egy bank. Mi a saját pénzüket adjuk, hogy mi fizetünk majd érte. Ugyanaz a spiritualitásban. Én fizetek a barátomért az erőfeszítésemmel. Én készen állok, hogy átadjak nekik mindent. Никто своего желания ничего духовного не получает. Никогда. А только лишь то, что он отменяет себя. Хотя за меня нуляется богатый чопот. Что вот в этом кли он может получить духовное ощущение. Только таким образом. А иначе откуда же может быть у человека... Возможность вообще Csak ezen a módon történhet. Máskorban honnan kaphat az ember bármi spiritálisat? Nagyon sok ellentétes minőség van. És csak itt, amikor az ember készül el, hogy lenullázza magát, és mindent átadja a barátoknak, Они создают друг друга необходимые условия для раскрытия. Только ezen a módon vannak meg azok a feltételek, akkor feltárulhat a teremtő. И к этому должны будут прийти все человечество. Ez így működik. És mindenkinek el kell érni ezt. Az összes embernek, a teljes emberiségnek. Brazil 4. Бразилия 4. Рав, в связи со статьей номер 3. Brazil 4. A hármas idézettel kapcsolatban, ha bárhogyha nem érzem magam képesnek, de kapunk bármi örömet a teremtőtől, hogy ezt megtesszük. Nagyon értettem a kérdést. Igen, valójában mindegy, magyarok, hogy ilyen szinten létezünk, még akár a legkisebb szinten is, megelégedtséget akarunk adni a teremtőnek. Ön még a kicsik is vagyunk, olyanok, mint egy újszülött, aki csak mosolyog az anyukára, és az anyja ettől kitöltést kap. Még hogyha mi szintük ez nem is jelent semmit, своей маленькой отменой доставлять большое удовольствие Творцу. Дальше. Кавказ один. Как сейчас, прямо на уроке, мы можем выразить поручительство друг за друга? Ну вот так вот своими мыслями. Hát a vágyakon keresztül kérésben. A kölcsönös garanciára irányuló kérés, ez példákban is megnyilvánul, vagy csak szavakban? Na primére ez тоже должно быть. Но самое главное это в чувствах. Szavakban természetesen, de példának is lenni kell. Legfontosabb az érzésekben. És hogyha korrigálik, akkor a teremtő
ezt megteszi egy olyan módon, hogy barát érezni fogja, hogy érzi, hogy én a kezességre vág garantorába. Latinat, hogyha mondjuk lemaradok a tízes találkozókról, különböző okok miatt, de én rájuk gondolok, ez azt jelenti, hogy én még mindig egy kölcsös garanciában viszonyulok hozzájuk. Én nem ismerem pontosan a problémáitokat. De ez nem egyszerű. Ez nem egy egyszerű dolog, hogy kihagyod a barátokkal való találkozást. Két másik kérdés. Egység három. Ravel, tudod mondani, hogyha a kölcsös garanciát csak egy emberrel szemben érzem, és nem tűnik megvalósítanak a többi emberrel szemben. Akkor a két barát között hogyan lév a kölcsös garancia, hogyan befolyásolhat a tízest? Rav, úgy gondolom, и как можно более сердечно. Tehát kérdésé létezik a kapcsolat a tízesben. Ezt még inkább érzetekkel, szívetekben. Ez egy felelősség az egész tízes felé. Össze kell gyűlni. Egy új életet kell kezdenetek. Egy új, újra egységre kell lépnetek a tízesben. Utolsó kérdés ebben a szakaszban. Önmagunk elmondása, hogyan kötődik a tízeshez, és hogyan tudom helyesen lenulázni magam a barátok előtt, hogy tudom ezt megmutatni nekik. Hogyha lenulázod magad a barátok előtt, mennyire, akkor elkezded az ő befolyásokat érezni magadon. Érzed, hogy ők hogyan léteznek benned. Meg kell ezt próbálnod. Ну что, пойдем тогда дальше. Вот folytassuk. Значит, нам надо создавать в каждом из нас приподнятое состояние духа, обретать силу и уверенность в жизни, работать, будто цель близка. Tehát mindenkinek ezt a magas szellemiséget kell létrehozni a tízesben, érezni kell a barátok szeretetét. Mindenkinek kezdem érezni, hogy a barátok törődnek velem, és bennem ez nagyon érdekes minőséget hoz, és érzéseket hoz létre. Egyfelől ez kellemes, másfelől pedig ez kötelez engem. Most nem tudok csak magamra gondolni. Hanem elkezdek én is feléjük nyomodat cselekedni. Когда каждый желает быть поручителем, помогать друг другу и находиться. Вот если мы таким образом будем строить свои взаимоотношения, то тогда у нас быстро появится духовное. Потому что включение всех во всех маленькой группе, даже в десятке, даже меньше десятки. És akkor mindenki összekapcsolódik, mert egy kis csoportban is. Elég lesz, és feltárjuk a teremtőt. Tehát ez a kihívás most itt előttünk. Tehát ez a kihívás, ami előttünk áll. Kérdés, hogy mi az eredmény a kongresszusunknak. Egy ilyen kapcsolat, egy ilyen kölcsönös garancia, egy kölcsönös összekapcsolódás. Akkor 10 szféra összekapcsolódik 10-es a 10-esben, és ezen a módon ez a mező így fejeződik, amikor a teremtő megáldott a sehén.
Tehát ebben a mezőben, amit létrehozunk, kell feltárulni a teremtőnek. Мы вернулись вдруг к мужчинам. Ну ладно, пускай будут мужчины. Болгария. Вопрос такой. Откуда получить уверенность, что корабль поручительства плывет в правильном направлении? Вот я готов. Много быстрейшего. Призар, вот я омекцелый рейнба. Алад. Если ты чувствуешь, как ты их можешь подбодрить, я задумал, ты это заработал, доктор. Вместе устремить к цели. Ты Когда ты уже видишь или можешь видеть результат своих действий в товарищах, тогда у тебя уже точно есть индикация того, насколько. Понятно, да? Тов. Теперь у меня есть Latin 11. Latin 11. Tenemos una pregunta del Centro de Estudios de Estudiantes Avanzados. ¿Cómo podemos comprar los deseos del compañero en una decena joven para acelerar el proceso de garantía? Hogyan érhetjük el a barátok vágyát a fiatal csoportban? Hogyan ér, ők is eljöjjenek és részt vegyenek a kölcsönös garanciában? Én nem értem, mi a probléma, magyarul a fiatal tízesben. Ezek ugyanazok a szabályok érvényesek rájuk is. Hogy kicsi egó, vagy nagy egó, vagy egy már tapasztalt egó. Nincs kivétel, vagy nincs semmi más. Itt ugyanazok a szabályok érvényesek. Cab, you free. Bonjour, Rav. Kapjuk három. Bármi egyéni is. Ezt nem értettem. Я не знаю, о чем вы говорите, и на такие вопросы я не могу отвечать расплывчато. És mondja, én nem tudom, hogy miről beszélsz, és nem tudok ilyen kérdésekre válaszolni. Ez nagyon ködös volt, mondjam. Következő német tanulók. A kérdés az Európai Kapra Akadémiáról. A kongresszuson először vannak kongresszuson, és kérdés, hogyan fogadhatjuk a kölcsönös felelősséget még egyszerűbben? Hogyan tudjuk egyszerűbben elfogadni ezeket a feltételeket? Nem надо понять, что ez a lélek minőségétől és a lélek mélységétől is függ, de alapvetően meg kell érteni, hogy nincs más kivéve az, hogy ugye van a gyűlölet az egónkon belül, nekünk kell, meg kell szerzni a képességet, hogy fölélmekedjünk és másokkal összekapcsolódjunk, és ezen belül feltárjuk a teremtő állapotát. Ez mindenünk, amink van. Ez a négy szakasz, a teremtő feltárulásában. De ez nem komplikált. Most beszéltünk róla sokszor. Nekünk csak meg kell szerveznünk ezt a munkát helyesen, vagy ezt a rendszert. Csak nyugodtan össze kell gyűjteni az erőtöket, beszélni kell erről. Meg gondolom, időtök is van rá, majd ettől a leckétől a következő leckéig. Хавер. Хавер, чопот. Лошумим, лошумим. Нам хаюнг кетет не лёре. Тов. О, Казахстан и Тану. Казахстан, хотите что-то сказать? Да, здравствуйте, Раф. Товарищи пишут, просят поделиться
arról, barátom. Mi szeretnénk, a barátok írnak folyamatosan, és szeretnénk bennük megosztani tehát minden mobil interneten keresztül minden kazasztály barát tudott kapcsolni valamennyire, vagy valahogyan a kongresszushoz. Köszönjük a csoportok támogatását, különösen a moszkvai csoportét. Tehát mobilon tudtunk kapcsolni, de kép nélkül csak a hangot hallottuk, de éreztük a kapcsolatot, hogy mindenki mennyire kapcsolódik ehhez. A Help Havertől hívtak minket, és kérdezték, hogy hogyan tudnak segíteni nekünk. Van egy Bishkeki 10-es nekünk, tehát összekapcsolódhattunk valamelyik 10-essel. Ez a legértékesebb dolog, amit kaptunk. Éreztük, hogy a barátok mennyire aggódnak értünk, és mennyire segítenek. Mindenki üzenetet küldött. Éreztük az egység érzését, és éreztük a hálát és a támogatást. És még az ilyen zavar ellenére sem féltünk, mert tudtok, hogy itt vagytok velünk. Mi aggódunk értetek, és természetesen imádkozunk értetek, hogy minden újra visszatérjen a normális kerékvágásba, minden lenyugodjon, béke legyen. És még egy kongresszust is szeretnénk szervezni Kazasztánban. Алмата. В общем, это всё в ближайшем будущем. Так что удачи, мира вам, здоровья, берегите себя. Мы с вами. Sok sikert nektek és békét kívánok. Vigyázzatok magatokra. Mi pedig veletek vagyunk. Что у нас есть ещё на интернет? Интернет. Вопрос от Мак 14 по четвертому отрывку. Что значит Мак 14? És új vágyakba kapcsolódik. Это же тоже процесс непостоянный. Там происходит взаимодействие. Окисляется там и воспламеняется. Тут интеракция. Именно исходит из духовного, из духовной основы. Ez pedig nem kis folyamat, amikor a láng is lángra robban, de ez egy úgy önélen a spirituális alapja. Ez egy folyamatos törődés, egy kölcsös garancia egymás irányába. És így tápáljuk ezt a folyamatosan égő lángot. Kérdés a MAK csoporttól. Hogyha lehetetlen magunkat kérni, akkor hogyan visszanyúljunk? Никоим образом, не только лишь если ты просишь за них, тогда ты подтягиваешься. Hogy kihúzzuk, hogyan viszonyunk az, hogy a barátokon keresztül húzzuk ki magunkat emberből. Hát csak a barátokon keresztül mondják. Ha a saját magatokért kértek, zuhantok. De a barátokon keresztül kell ezt megtenni. Ezek a törvények. Ez az ellentétes törvényes kritás és a materiális között. Egység három. Того, чтобы войти в поручительство. Я беру только от товарищей, или же я могу их взять из своей выгоды, из своей выгоды. Идет в перемешку, и ты не можешь даже определить точно, откуда у тебя силы, какие у тебя точно намерения. Это все поначалу. А потом все больше и больше у тебя будет контролировать себя, egyre több lehetőséget tesz, hogy lelőre néz magad, de hogy... És ezt már tegyétek a felső fényen belül. Kapjú 4. How to show for a friend that hogyan mutassuk a
barátnak, hogy tehát honnan tudjuk, hogy mire van szüksége a barátnak. Neki csak egyetlen dologra van szüksége, hogy te szeresd a barátokat, és ezen a szereteten keresztül képesek lesznek őt is elhozni a szeretetbe. Передать твое отношение к Творцу только в той мере, в какой ты любишь их, то есть связан с ними. Так что действуй. Что мне делать? Скапчоты, руки еще фойтажки. Тбилиси. Тбилиси. Мой Марк 25, спасибо большое, Раф, за возможность задать вопрос. После вашего выпуска приходит объединение, но остаешься один без группы. Чему же ты понимаешь, что эта работа была на пользу общества? Даже не называйте ее кабалой, надо отпугивать людей. A terjesztés, mondja, terjeszt az egység módszerint. Mi a kabala, de ne nevezd kabalaként, ne hívd kabalaként. Mondd azt, hogy ez a szükséges feltételei annak, hogy az életet folytathassuk a Földön. És akkor most Tbilisi. Jó reggelt, Rav. Köszönjük ezt a hatalmas kongresszust. Minden reggel fölkészítjük magunkat a kölcsönös garanciára. De este, miután találkozunk a csoporttal, mint is egyfajta érzés. Mi a különbség a két érzés között? Hogyan érezhetünk egy nagyobb érzés, egy nagyobb inspirációt ebből a kölcsönös garanciában? Hogy együtt legyünk az egész névarokban. Nektek éreznetek kell, hogy mennyire közel vagytok egymáshoz, abban a mértékben, hogy felelősek vagyunk egymásért. Ugye vagyok én is a teremtő, és az összes ember a virágban, az összekapcsolat a teremtőn keresztül. Tehát általánosságban ez az én csoportom, a tízesem. Ez az a központi vonal, ami összeköt, vagy vonal, ami összeköt a teremtővel. És mindenki más egyre jobban összekapcsolódik. És ez az a módom, az én kapcsolatom a teremtővel szélesebb lesz. Végtelen szélességű, mindenféle határ nélkül. És ez a munkánk. A teremtő egy pontot adott, egy kicsi pontot a kapcsolatban velünk. Így inspirál mindenkit. De minden más saját magunknak kell végrehajtani. És az a kölcsös garancia teljes pontja. És így egy egyesült cselekedetbe közöttünk a kapcsolatba lépünk be, és így kapcsolunk össze a teremtővel. В принципе, можно сказать, что мы подбираемся уже к концу урока. Alapvetően közeledünk a lecke végéhez. Попробуем спросить Latin tu. Latin tu. Latin a Latin kettes csoport. Esto no es una pregunta, Rap, esto es una manifestación de agradecimiento al creador porque köszönjük, Rav. Ez nem egy kérdés, inkább egy kifejeződése a hálának a teremtő felé. Mivel abban a pillanatban, hogy a kongresszusra beléptem, közelben, számos barát mondta nekem, hogy én még jobban elkezdtem mosolyogni, kértem a teremtőt, hogy segítsem. És ő elküldte a tízesem, ha jól értem, barátokat,
akik mi hatalmas mosoly van az arcán mindig. Köszönöm a teremtőnek, mert ez lenyűgöző, hogy ez mennyire befolyásol minket. Csak szerettem volna ezt megosztani. Én örülök neki, hogy ilyen barátokat kaptál magyarok. Mivel amikor ott voltál kongresszuson, te nagyon komoly voltál. И вообще был таким агрессивным. Ну, а сегодня это уже другой человек. Вообще все меняются. Все меняются перед собой в течение времени. Вы совсем другие люди. Látlak időnként, igen, képernyőm, és mint a teljesen más ember lenni. Так вот, что у нас осталось еще на сегодня, товарищи, Саша? Mi más van mára? Ну, прежде всего, надо сказать, что у нас сегодня 4,5 тысячи подключений. Подключений, потому что многие группы собрались физически в воскресенье. Van 4500 kapcsolnak hozzá. Программа. És ugye nagyon sokan már összegyűltek egy csoportként, tehát együtt ülnek. Most először hallgassuk meg Infót csoportot. Да, доброе утро, дорогие товарищи. Раф, мы сегодня еще раз расскажем о системе пожертвований, которая существует в нашей организации. Но для начала хочу сказать о том, о чем говорил сегодня на уроке Раф, о том, что взаимное поручительство... Minden emberre törődünk a világban, és minden emberért aggódunk. 7,5 milliárd emberért. И когда мы готовили вот этот клип, который сейчас с вами покажем, вместе с товарищами из Азии... És minden embert megpróbálunk bekapcsolni a Devanishon rendszerébe. És most az első barátok készítettek elő egy klipet. Valóban lenyűgöző barátok. Да, наши дорогие товарищи из Ирана прислали нам этот захватывающий ролик, и они не могут показывать своих лиц, но их сердце просто разрывается. И мы не смогли дотронуться. Нам утащить вас арцукат, и нам не в самый час утащить мы его, когда валован киарода сивук, сэрована сивук, а там уж вайто. В таком виде, как есть. Это не украшешь клип. Первоначальном виде его вам и давайте пожалуйста вместе посмотрим его. Мы можем сказать, что это не форма в наших дорогих, а שלום לכל החברים שלי בכל העולם. את המסר הזה אני שולח. Emlékszem, amikor gyerek voltam, az élet értelméről számos kérdés merült fel bennem, hogy mi történik az életünkben. Amikor felnőttem, ez a kérdés elhozott egy vizsgálathoz. Egy kutatáshoz. Szöveg után kutattam, ahol megtalálhatom a választ erre a kérdésre. Amitől kétségbe estem, tehát az a kérdés, ami elvezetett az ürességbe, depresszióba. És amikor fiatal voltam, találtam egy oldalt az interneten, az a Nébaru oldala volt, perzsa nyelven. És bár egy kicsi oldal volt, nem volt túl sok anyag rajta, információ, de mégis a legmélyebb benyomást adta bennem, amit valaha az egész életem, vagy eddig életem sem kaptam. Ez az, ami megtartott az elmúlt 8 évben, és ezt hozott el hozzátok. Ezért nagyon fontos, hogy terjesszük az anyagainkat,
és ezt a fényt átadjuk mindenkinek, még ha csak egy kicsit is kap belőle. Ez egy hatalmas befolyás, amit az emberek kapnak ebből. Hatalmas benyomást kaphatnak. Néhány sőket teremtőnek, hogy egy kicsi része lehetek a Névarok perzsa nyelvű csoportjának. Ez valóban lenyűgöző, és nagyon megérintő, ahogy Rav mondja, hogy ő érzi az iráni barátokat, és reméli, hogy egy nap, és reméljük, hogy hamarosan együtt ülhetünk velük minden az asztalnál. Igen, nagyon megérintett ez a klip. Én megkaptam az e-mailjüket, és örülök, hogy mindenhol vannak ilyen emberek, különösen Iránban. És hogy ő összekapcsolódnak velünk a teremtő feltárulásában, és hogy feltárhatjuk velük együtt a felső világot. Én értem, hogy nem tudok mit tenni a kormánnyal. Ugye ezek mind földi dolgok. Terjesztésünk minden fölött működik. Nemek, nemzetiségek fölött, az év, életkor fölött. Mi képesek vagyunk összekapcsolódni a terjesztésen keresztül több ezer emberrel, hogy megadjuk nekik az élet értelmét, a választ az élet értelmére vonatkozó kérdésre. Igen, mi az egész világot el akarjuk érni, azt is mondtam, hogy az egész univerzumot, вместе с вами и передать ее всему миру. Поэтому с глубоким волнением мы обращаемся к вам. Мы хотим сделать ez összegyűlik egy nagy összegként. Hívunk titeket, hogy bármilyen adomány, amivel hozzá tudtok járulni ehhez, ez a kap1.com, mint каждое пожертвование очень важно для нас всех и для распространения. И даже самый маленький вклад, любой посильный ваш вклад имеет значение. Ведь часто малый вклад приводит к большим изменениям во всем мире. Мы ждем вас на сайте. Ezt csak együtt tudjuk megtenni. Most pedig vissza a házigazdához. A kongresszus folytatódik, és lesz egy összefoglaló workshop. Egy ideiglenes összefoglaló workshop. Searching together, following the scent that leads to life. Through each heart, there's a door to love where we find a way to rise above ourselves. It's you that lights our hearts, it's you that shines in. You that binds us all together. It's you that lights.
Together we rise, together we rise, together we rise.